figyelünk a környezeti fenntarthatóságra is, a sünök és mindenki mellett denevérek is vannak. Fontos. A Nemzeti Park bevizsgálta. Ehhez hasonló érdekességeket is hallhattak azok, akik még időben regisztráltak az Zrínyi utcai emlékek nyomában elnevezésű túrára szombaton. A Széchenyi István Egyetem biztosította a lehetőséget, hogy az érdeklődők körbejárhassák az egykori kórház területét. Az ötlet onnan érkezett, hogy miután az egyetem megkapta ezt az Zrínyi utcai ingatlant, nagyon sokan jelentkeztek be elnök úrnál, kancellár úrnál, innen-onnan látogatói csoportok, hogy szeretnék megnézni, még mielőtt elindítjuk a kivitelezést, csak utoljára hadd nézzék meg, hogy mi történik. És akkor találtuk ki, hogy voltak éppen, mivel ez egy hosszú éves folyamatnak a kezdete, akkor az Zrínyi utcai emlékek nyomában, séta a parkban elindítunk egy ilyen eseménysorozatot. Nem várt lelkesedés volt, hogy mit céloz meg a... Azt szeretnénk megmutatni, hogy az egyetemünk nyitott, hogy mi mindenre úgy reagálunk, hogy szeretnénk ezt a közösség részévé tenni. Bár korábban falakkal körülvett világról beszéltünk, ahol mindenkinek olyan emlékei vannak, hogy gyógyítunk, meghalunk, látogatunk, minden győrinek van hozzáfűződő emléke, és a korábbi falakkal, és most is látszik, hogy kerítéssel le vannak zárva, akkor mi magunk mutatjuk meg és nyitjuk meg. A túra során kórházi történetek, emlékek kerültek elő, továbbá szó esett azokról az orvosokról is, akik itt dolgoztak. Anekdoták hangzottak el, amelyek az elmúlt 100 év történetéhez tartoznak, továbbá egyetemi fejlesztési elképzelésekről is beszéltek, amelyeket az elkövetkezendő 5-7 évben szeretnének majd megvalósítani. Az egyetem szeretné, ha a város lakói közvetlenül tőlük értesülnének a tervekről. Mi úgy szeretnénk a 21. század technológiájával az egyetem részévé tenni ezt az ingatlan együttest, amely 100 évet megélt, több mint 100 évet, hogy az úgy illeszkedjen be a mai kor követelményeihez, hogy ez mindenkinek megfeleljen. Tehát az oktatás, képzés, kutatás, fejlesztés és szolgáltatás hármasát úgy kívánjuk itt megalapozni ezen a kihelyezett kampuszon, amely az egyetemnek egy olyan önálló egysége, de végig szervesen illeszkedik hozzá. A túra során orvosi érdekességekről is szó esett. Ezekről dr. Kuhlmann Tamás, a Zrínyi Kórház egykori krónikus belgyógyászatának osztályvezető főorvosa beszélt. Hárman vezettük a mai sétákat. Egy kolléganő az egyetem részéről, egy építész, mérnök asszony, és akkor én meg a kórház részéről. Tehát itten keveredtek a építészeti emlékek, történelmi emlékek, meg egy kicsit az orvos történelem. Hát felidéztünk a régi anekdotákat, meg érthetővé tettük azt, hogy miért volt fontos abban az időben pavilonrendszerű kórházakat építeni, hogy miért ilyen blokkórházak épülnek manapság. A résztvevőknek nagyon tetszett a túra, ahol forró teával is megkínálták őket. Tőzsgyökeres győri vagyok, és ez az épület mindig is érdeklődésem központjába volt. Voltam beteg is ilyen formában itt, amikor éppen egy rákos betegséget kaptam 1986-ban, és akkor kezdték el építeni a onkológiai részletet, akkor még nem készült el, de mondta az orvos, hogy Pestre kell mennem az onkológiai intézetbe, és mert ne várjam még, amíg elkészül a győri onkológiai központ, amit sajnos, ahogy hallottam, le fogják bontani. Mondjuk nem illik bele az épületi rendszerbe ez a modernebb épület. És hát különben amúgy meg van egy imaház itt a szomszédban, a Szigeti Attila út 23-ban, az lényegében szomszéd épületén, ott vagyok gondnok, minden nap látom a Zrínyi úti kórházat, és örömmel hallottam, hogy fel fogják újítani, és tényleg a jövő nemzetikének ez egy fontos ilyen oktatási központja lesz. Én feküdtem be a kórháznak egy részére, akkor 4-esbelnek hívták, 8-et itt feküdtem. Nagyon emlékeztem arra is, hogy volt itt egy
egy hely, egy valami emlékmű, ahol valakik el vannak temetve. Most meg is néztem, úgyhogy hát mi ezért jöttünk el, meg a fiam a Széchenyi Egyetemen tanult, most meg hát szerencsére ott is tanít, de nagyon jó volt az idegenvezető, nagyon nagy az érdeklődés, hogy tudom, ez irány, úgyhogy engem feldobott idős koromban is, és azon töprengtem, hogy jó lenne, ha meg tudnám érni azt, amikor ezek a tervek elkészülnek, és meg tudnánk látogatni. A túrák a nagy népszerűségnek köszönhetően a jövő hétvégén folytatódnak, és az sem kizárt, hogy aki lemaradt, annak még lesz lehetősége részt venni hasonlón.